Idén minden korábbinál több díjat adnak majd át a Tolnai megyeszékhelyen a Városnapja alkalmából megtartott ünnepi közgyűlésen augusztus 29-én, bár a teljes programsorozat sokkal visszafogottabb lesz, mint a korábbi években. Erről Ács a város polgármestere beszélt az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján, a Rádió egy műsorában. Idén rekordszámú díjazottunk lesz, el kell 27-en kapnak különböző elismeréseket, Mindenkinek szeretnék gratulálni, mindenki megérdemli, de ez azt jelenti, hogy nagyon hosszú közgyűlés lesz. Egy kiállítás lesz még azon a napon, és tulajdonképpen ennyi lesz a, a Városnapi ünnepség a városnapja. Szexárdon a korábbi években kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelték azt, hogy 1905. augusztus 29-én megalakult a város első közgyűlése. Az ünnepi közgyűlés mellett eddig a Béla király téren két napon át programok várták a helyeket és a városba érkezőket. Idén a koronavírus miatt ezeket a rendezvényeket viszont nem lehet megtartani.